Segítők segítenek a segítő szakembereknek a Sárospataki Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálatnál. A pályázati program részeként megvalósuló találkozó sorozat a szakszolgálat munkatársainak az esetek feldolgozását, a felmerülő szakmai kérdések megvitatását segíti elő. A szupervízió az egy olyan segítőforma, amelyben elsősorban a segítő szakemberek csoportos formában tudják feldolgozni, és tudnak ránézni arra az állapotra, amiben a munkavégzésük során vannak. Ez érinti egy stábnak a működését, érinti egy munkahelynek az aláfölé rendeltségi viszonyait, érinti azt, hogy a szabadidő és a munka milyen arányban van, ki hogyan dolgozza, hogyan tudja feldolgozni a feszültségeit. A szupervízió egy nyugat-európai modell, amelyet már a hazai segítő szakmák is rendszeresen alkalmaznak. TÁMAP pályázatunk révén lehetőség nyílik arra, hogy az ebben dolgozó szakemberek hónapról hónapra a pályázathoz kapcsolódóan a munkahelyi beilleszkedésüket, a társintézményekkel, az óvodákkal, iskolával kapcsolatos nehézségeiket, vagy egyáltalán a kliensekkel, a gyerekekkel, a szülőkkel kapcsolatos feszültségeiket meg tudják beszélni, kezelni tudják, és segítséget kapjanak ennek a feldolgozására. A szupervízió egyik fontos eleme, hogy a segítők segítője külső szakember legyen. Ugye én nem vagyok a teamnek, az intézménynek a munkatársa, és egy kicsit így egy tükörként funkcionál, visszajelzéseket ad, bizonyos tekintetben összefoglalja a tapasztalatokat, illetve kérdéseket tesz fel a team számára, ezzel serkentve az együtt gondolkodásra. A szupervízió nem feltétlenül adja meg a pontos megoldást a felmerült problémára, hiszen a jó megoldás egyénenként eltérő lehet. Alapvetően megpróbálja megérteni azt a helyzetet a kollégák segítségével, és ezekkel a kérdésekkel, véleményekkel, hozzászólásokkal segíteni abban, hogy ő azt az adott helyzetet, akár ez egy munkahelyi helyzet, akár egy kliens segítői helyzet, vagy egy munkatársi probléma, ezt ő az itt elhangzottak által képes legyen megoldani. A Sárospataki Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálatnál havonta tartanak szupervíziót, a jövőben kisebb csoportos találkozásokat is szeretnének szervezni.